Felkészülten várják a helyi gyógyszertárak az esetleges rohamot. A raktárkészletüket feltöltötték, így véleményük szerint hiány nem alakulhat ki semmiből. Továbbra is szigorú szabályok betartásával vannak nyitva a gyógyszertárak. A vitaminokat továbbra is viszik, hiszen tél vége van, szükséges a vitaminpótlás, tehát ugyanúgy a C-vitamin, multivitaminok, valamint hát a COVID nevű vitamin forgalma is egyre jobb, de újabban az embereket az is érdekli, hogy milyen az immunállapotuk, és keresik a szűrőtesztet is. A karcagi gyógyszerész televíziónknak elmondta, megugrott az egyéb fertőtlenítőszerek vásárlása. Mi számítottunk arra, ahogy a betegszám növekedett az országban, hogy valószínűleg nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, hiszen a több beteg több gyógyszert is fog igényelni, tehát felkészültünk rá, nem tapasztalunk gyógyszerhiányt. Azonban az a félő gyógyszervásárlási láz, amely egy évvel ezelőtt volt, olyat nem tapasztalunk, és ez azért megnyugtató. Tehát könnyebb a munkánk ezzel a gondos eljárással. Megugrott a fertőtlenítőszerek vásárlása és az FFP2-es maszkok vásárlása is, hiszen hallják, hogy több országban kötelező is a komolyabb maszk használata. Számítottunk rá, de folyamatos az ellátás, nem tapasztalunk hiányt ezekből sem, hiszen az ország fölzárkózott ezeknek a gyártására, beszerzésére. A gyógyszertárak nyitvatartása egyelőre nem változott. Egy évvel ezelőtt készlethiány alakult ki, a maszk, gumikesztyű, lázmérő és kézfertőtlenítőből számos patikában. A szakemberek szerint most erre nem kell számítani. A koronavírus miatt mindig annyi vevő tartózkodhat az adott patikában, ahány kiadó éppen üzemel. A többieknek az üzleten kívül kell vállalkozniuk. Itt mindannyiunk egészsége érdekében érdemes az 1-2 méteres távolságot tartani.